az ütőfajtáit, tehát milyen ütőket érdemes sokkoltázni, hogy milyen ütőket tudjuk effektívebben végrehajtani ezeket a sokkoltás edzéseket, ezt most be szeretném mutatni. Ezzel el tudjuk végezni az alapütéseket. Be is mutatom, ugye lepattunk, egyszerűen helyre tudja a labdát, három helyre a labda. A második ütőfajta, ez egy általam kifejlesztett, illetve megkreált ütő. Itt egy torszáros ütőről van szó. A torszáros ütőnek a lényeg, én azért szeretem, mert a váltásokat könnyebben meg lehet csinálni, tehát a nyeset és a rövid labdák után könnyebben tudja az ember a pörgetet, vagy a dobott labdákat sorrendben alkalmazni. Tehát megmutatjuk. Itt egy nyeset labda van, itt egy rövid labda van, de utána már kézből tudod dobni a pörgetett vagy nyeset labda, és itt váltani. Jó, tehát torszáros ütővel is lehet nagyon szépen a sokoldás edzésnek csinálni. A következő ez egy nagyon érdekes ütő. Ugye azt láthatjuk, hogy az egyik oldalában soft, tehát erre az oldalra nehezebb. Ebben az ütővel, ez egy vékony ütő, és kínai soft van rajta. Azért van rajta kínai soft, mert egy kicsit a nyeséseket intenzívebbé tudjuk tenni, tehát a visszatörés a labdának intenzívebb, és amikor dobásban játszunk, jobban megemeli a labdát, mert nem egy hálóba. Nagyon-nagyon fontos a fonáknál a szerepe, mert hogyha a fonákkal szeretünk sokkolgálni, több helyre ütni. Vannak ilyen jelenti állványok. Tehát ezek azért nagyon fontosak, mert hogyha esetleg féltávból vagy valamilyen pozícióban szeretném dobni a labdát, akkor oda teszem, ahol akarom, hogy optimális kosárban kb. 200 labda fér el, de mindenki, hogy elkezdi a sokkoldás edzést, mindenki tapasztalja, majd neki, melyik áll a kezére, és attól függően, hogy milyen gyakorlatot szeretne elvégezni. Ugye palánkokat nem kell bemutatni, vannak alacsonyabb, vannak magasabb palánkok, érdemes azért, hogy lezavarjuk a teremben az edzés munkát, érdemes magasabb palánkokat oda tenni. A labdák mennyisége is ez így nagyon fontos, hogy sokszor szembesültem abban, hogy mentem valahol, meghívtak és edzést tartottam, nem volt elég labda, sokat kellett szedni, tehát ledobtuk egy 20-30 vagy 40 szériát, szedni kellett a labda, ugye ebből az következik, hogy rengeteg olyan idő elment, amit a játékban lehetett volna tölteni, tehát sok időt vesztettünk. A videokamera az is nagyon fontos dolog, ma már ugye úgy javíthatunk azonnali technikát azonnal úgy lehet javítani, hogy visszanézzük és azt mondjuk a játékosnak, nézd meg, így hibáztál, próbáljuk meg így, leadjuk a mennyiséget, megint oda megyünk, megint megnézzük és összehasonlítjuk.